Hello, hello, most megmutatom neked, hogy miként tudsz egy képváltogatós fejlécet, mondjuk úgy slidert készíteni pusztán CSS segítségével JavaScript nélkül. Ezáltal persze nem lesz kellőképpen interaktív, de legalább egy animált, dinamikusabb fejlécünk lesz. A kiindulási állapotban egy ilyen klasszikus fejrészünk van, egy bitang nagy képpel, illetve szövegdobozzal, és hogyha jobban szemügyre vesszük, akkor nem is egy, hanem négy ilyen elem található a fejlécen belül, mindegyik ugyanott, egymás kitakarva, tehát a legutolsót látjuk mi közvetlenül. Megmutatom ennek a HTML kódja kb. Hogy fest. A fejlécen belül ezek kis item class-szel ellátott divek, próbálom őket úgy megkülönböztetni egymástól, hogy van egy, aki a front class-t hordoz, hozza magán az item mellett. Van olyan, aki middle, ezek a közbűsők. Ezeket is megkülönböztetem úgy, hogy mid egy, mid kettő is. Illetve a legutolsó, aki leghátul van, ő a back. Nézzük a CSS-t. A cover relatív pozíciója, illetve az itemek abszolút pozíciója miatt van, hogy ezek ugyanott helyezkednek el, egymás fölött, egymást kitakarva. És tulajdonképpen nincs más dolgunk, mint a legfelsőt eltüntetni, szép animált módon, és akkor láthatóvá válik az alatta lévő. És ezt így folytatni. Majd a legutolsó képhez érve újra elővarázsoljuk a legfelsőt. Hát ehhez animációt definiálunk a keyframe segítségével a legfelső elemre vonatkozóan, ugyanis ez egy kicsit másképp fog viselkedni, mint a közbűsők. Nevezzük el ezt mondjuk slider item frontnak. Definiálom a kulcskockákat. 0%-nál alapállapotban teljes mértékben látszik, és ez marad is az idő 20%-áig, amikor szépen átmegy átlátszóba, majd az utolsó 5%-ban megint szépen visszavált, teljesen láthatóvá. És akkor a header fronthoz meghatározom ezt az animációt, erre az egészre adok neki mondjuk 20 másodpercet, és az ismétlődést beállítom úgy, hogy végtelenszer ismétlődjön újra és újra. Ekkor, ha minden igaz, a 20 másodperc egynegyed részéig lesz látható ez a kép, utána az alatta lévő képet látjuk, majd a végén szépen visszatér. Jöhetnek a közbűsők, legyen ez slider item middle nevezetű animáció, hasonló lesz az elf, csak kicsit más. Nincs nagyon szép átmenetes visszatérés, náluk csak kizárólag az eltűnés a fontos. Lényeg, hogy mire sor kerül rájuk, ők már ismét stabilan látszódjanak. Náluk az eltűnés 45%-nál kezdődik és 50%-ig tart. Ez kitart egészen 99%-ig, majd viszonylag hirtelen visszaugrik teljesen láthatóvá. Ezt a middle elemekre vonatkozóan határozom meg. Tehát elméletileg az első kép eltűnését követően látom a másodikat, és közel ugyanannyi idő elteltével ő is eltűnik. Egyébként egyszerre fog eltűnni a második meg a harmadik kép is, ezért a mid 2-nél még annyi kiegészítést fogok tenni, hogy az ő esetében az animációt szeretném kicsit késleltetni, egy 5 másodperccel. Hisszük vagy sem, ezt követően készen is vagyunk. És akkor ez körkörösen a végtelenségig teljesen jól működni fog. A váltakozó fejlécünk meg is van, kicsit még a szöveggel érdemes játszadozni, hogy a szöveg beúszhatna arról, ő a fejléc aljához igazítva jelenik meg, ezt az ő button tulajdonságának köszönhetjük, ami alapértelmezetten 50 pixel. Hogyha őt negatívba teszem, akkor kiúszik lefele a fejlécből. Készítek az ő számára is egy animációt, legyen a neve slider text. Elméletileg ez mindenkinél ugyanaz lesz. Kiindulási állapotban ő mínusz 250 pixeles, tehát a fejlécen kívül van, bekúszik 50 pixelhez, majd megint kimegy és ez marad 100-ig. Tehát úgy az idő egynegyedében lesz ő látható. Minden képhez tartozó szöveg doboz esetén ennek kell megtörténnie. Ugyanúgy 20 másodperc, ugyanúgy a végtelenségig. Bekúszik, majd szépen kikúszik. Egyelőre ezt a viselkedést tanúsítja az összes szövegdoboz, mindenkinek máskor kellene ezt csinálnia. Elméletileg ugyanez a forgatókönyv, mindegyik esetén pusztán el kell tolni őket adott idővel, hát mindegyik 5 másodperccel később. Problémát jelenthet az, hogy alapból mindenki fent van, és csak mikor rákerül a sor, akkor ugrik le, úgyhogy nem baj, ha a texteknek beállítjuk, hogy alapból legyenek mínusz 250 pixelnél, és ne felejtsük el, hogy a backnek 15 másodperc a késletetése. Ezt követően már minden nagyon jól működik, hát csak azt kellene megoldani, hogyha kimegy a fejlécből, akkor ne látszódjon. Aztán a legegyszerűbben úgy orvosolhatjuk, hogyha mondjuk az itemekre vonatkozóan beállítjuk, hogy overflow hidden. Ami a területén kívülre kerül, az rejtett legyen. Ezt követően a fejlécünk már tökéletesen működik. Ennyi lett volna, remélem tetszett.